Már a kormányzat a polgármesterek kezébe adta a helyi döntések meghozatalának felelősségét. Filóné Ferencibor Jabonyhát polgármestere azt mondta, minden döntés előkészítésében továbbra is kikéri a bizottságok véleményét. A kormányzati intézkedések vonatkoznak Bonyhádra is, ennek megfelelően alkotta meg a polgármestere a helyi szabályzást. Egy olyan döntést hoztam, amely lehet, hogy a lakosságnak egy részének nem tetszik és szigorúnak tartja, hogy a város valamennyi közterületén és nyilvános helyén kötelező mától a maszk használata. De ezt a döntésemet természetesen előtte megkonzultáltam olyan személyekkel, akiknek a véleményére adok. Hatósági emberekről is beszélek, itt rendőrkapitányúrral, vagy akár tisztifőorvosasszonyra gondolok. A szigorítás nem terjed ki a kormányzati szabályzásnak megfelelően Bonyhád 10 közparkjára. Filóné Ferencibor elmondta, minden előre tervezett rendezvényről lemondanak idén, mert fontosabbnak tartják az emberek védelmét minden másnál. A polgármester arra kérte a lakosságot, minden tőle telhetőt tegyen meg a védekezés érdekében. Arra kérek mindenkit, hogy ezt tegye meg, tegye felelősségteljesen, vigyázzon mindenki magára és másokra is, én bízom az összefogás erejében.